Sziasztok! Sziasztok! Most Eszi fog elmesélni egy történetet, én pedig segítek neki kiszínezni. Igen. Úgyhogy, mit fogsz elmesélni nekünk, Eszi? Hát az egyik nyaralásunkat, ilyen egynapos túrát anyámékkal. Oké, hajrá! Úgyhogy, jó. Egyszer egy mikrofon. Nap. Hát jó, kezdett. Szóval egyszer egy nap anyámék kitalálták, hogy elmegyünk a mikrofonhegyre kirándulni, így családostól, és... Füzet. És feltétlenül vinnünk kell magunkkal a füzetet, hogy felírjunk minden egyes kis történést az úton. Lepedő. És mivel anyámék mindenre gondolnak, ezért arra is gondoltak, mi van, ha nem tudunk hazajönni, és... Hát, vittük magunkkal az egész felszerelést, így ágyastul, és akkor bekerült a lepedő, a kis párna, a nagy párna, meg a takaró. Szóval így családostul felszereltük az egész lakást, meg beraktunk jó pár ruhát. Vonalkód. És egy-két ruhám még rajta volt a vonalkód is, hiszen bevásárolt apám először. No. Úgyhogy anyám csinált szendvicseket, és berámoltuk a kocsiba, föl a tetejére az egész ágyatkon. És elindultunk a mikrofonhegyre kirándulni. Róka. Útközben majdnem elgázoltunk egy rókát, aki annyira ügyes volt, hogy ki szaladt elénk így gödön. Mert almafa. Sok róka van, mert mindegyik almát szeretne lopni az almafáról. Gyakori a rókáknál. Igen, abszolút, és ott a mikrofonhegy körül sok róka próbálkozik almát lopni. Úgyhogy kocsival mentünk, úgyhogy még amit nem sikerült előző nap így összevásárolni, azt gondoltuk, bevásároljuk most, így ilyen üdítők, meg bárszék. Meg bárszékeket viszünk magunkkal, hogy a mikrofonhegyen jobban szórakozzunk. Úgyhogy bementünk a közeli kisboltba, és vettünk... Radiátor. Vettünk hát zöldségeket, meg mit tudom én, kenyérbe valót, de apámnak eszébe jutott, hogy a radiátort azt elfelejtette lezárni, hogy mi van? Úgyhogy visszafordultunk, és apám megnézte a radiátor, de minden rendben volt. Rózsa. Úgyhogy elindultunk vissza, de nem indultunk vissza még, mert anyám meglátta a rózsát, és tele volt bogarakkal, úgyhogy még gyorsan lepermetezte indulás előtt. Basszú, hogy szoktatok ti kirándulni, úristen? Hát nem így gondolhatod, de hát most bárszék, meg lepedő, úgyhogy ez jött ki. Csipesz. Szóval... visszamentünk a kocsiba, és indultunk a mikrofonhegy felé, de így az ülés alatt találtam pár csipeszt, úgyhogy azzal játszottam, amíg eljutottunk a mikrofonhegy. Tessék, ti játsz a csipesszel, legyen, hazamegyünk, addig játsz a csipesszel. Hát más mobilokkal játszik, én meg csipesszel, mert az a menő. Úgyhogy... Bagoly. Úgyhogy eljutottunk a mikrofonhegyre, de közben besötétedett. Márjunk, most hazamentetek, aztán már elindultatok? Igen, most már elindultunk. Utoljára hazafelé mentetek, nem? Nem, mert utoljára most már a hegy felé mentünk, és csipesszel játszottam. Elmondta figyelmet a csipesz. Bagoly. De besötétedett, úgyhogy... Ennyi, eszéknek ez a kirándulás. Elindulnak, de aztán mégse, de mire tényleg elindulnának, már este van, úgyhogy megyünk haza. Hát nem mentünk haza, hiszen berámoltuk az ágyat, tudod. Jó, úgyhogy mindenre gondolnak. Úgyhogy sátor helyett, meg hálózságok helyett mi oda megágyasztunk oda a természet lágyalébe, és hallgattuk a baglyokat, meg a tücsköket, mert ez olyan jó. Úgyhogy... Latrina. Úgyhogy leterítettük ott az ágyneműt, és hát majdnem aludtunk, mert gondoltuk, majd holnap felmászunk a hegyre, de rájöttünk, hogy egy latrina mellett sikerült megegyezni, úgyhogy... Azt hittem, a latrinát is vittetek magatokkal. Nem, hát ezt nem lehet vinni, úgyhogy följebb... úgyhogy följebb költöztünk a mezőn, ahol már nincsen. Masni.
de rájöttünk, hogy a közelben élő ritka masnis bogár tanyázik arrafele, úgyhogy még odébb mentünk, úgyhogy... Hivatal. Aludtunk egyet, és másnap reggel elindultunk, és ott volt egy kis ház, ami az erdővédelmi hivatal volt, ami az volt a célja, aminek az volt a célja, hogy a közelben élő masnis bogarakat megvédje a súnya gonosz baglyoktól, úgyhogy... úgyhogy beugrottunk oda, és elbeszélgettünk ott a hivatalnak az igazgatójával, aki megmutogatta nekünk a helyeket, így megmutatta a pár ilyen elpusztult masnis bogarat, meg a becellázott baglyokat, akik azért kerültek oda, mert ritka bogarat ettek. Kulcs. Az egyiknek így nyitva volt az ajtaja, és rájött a börtönőr, hogy elfelejtette bezárni a celláját, úgyhogy elkezdtük megkeresni a baglyot, aki a szekrény tetején tanyázott, és visszakergettük a cellájába, de rájött, hogy nincsen nála a kulcs, úgyhogy nem tudja rázárni az ajtót. Úgyhogy segítettünk neki megkeresni, és visszacelleztük szegény magját. Énekóra. És miközben felfele mentünk a mikrofonhelyre, hallottuk, hogy a masnis bogarak énekórát tartanak a fűbe, hát a mi tiszteletünkre, hogy bezártuk a gonosz baglyot. Úgyhogy felértünk így a hegyen, nagy örömódú zengett mögöttünk, és megnéztük a Masnichegynek a tetején lévő szobrot, aztán elindultunk haza. Zongora. Hazafele a bogarak már annyira belejöttek az énekórába, hogy zongorán játszották nekünk a szeremódát, miközben énekeltek. Úgyhogy nagyon vidáman telt az utunk, úgyhogy fölcsomagoltuk az ágyat vissza a csomag tetejére. Ceruza. De apám tényleg füzetbe akarta leírni a történéseket, de rájött, hogy otthon hagyta a ceruzát, úgyhogy nem sikerült neki. Úgyhogy nem sikerült leírni a történetet, csak már otthon, úgyhogy egy kis felhajtást hajtott. Felhajtást tartott, hogy ki mire emlékszik a történtekből. De hát, és akkor elmeséltük neki, aztán elmentünk aludni, mert az előző este kicsit hát ropogósra aludtuk a hátunkat a sok kövön, mert hát a lepedő az nem volt túl... Fogsor. Nem volt túl poha, úgyhogy még elalvesett, megmostuk a fogsorunkat. Hát mindenkinek protokollja van. Úgyhogy ennyi. Gyönyörű. Ugye? Milyen szép történetek vannak nálunk. Mi így szoktunk kirándulni. Ja. Sziasztok. Sziasztok.